Összesen nyolc edzőmérkőzést játszik a felkészülés során a HR-rend kozármisleny labdarúgó csapata. A találkozók sorát a Balaton Lelle ellenkezték a fiúk, aztán a testvériségese volt az ellenfél, szombaton pedig a Szexárdi UFC gárdáját fogadták a kozármislenyiek. Mint ismert Pókos Csaba együttese, az MB3 középcsoportjának hatodik helyén telelt, a Szexárdiak pedig a tizenkettedik helyről várják a folytatást. Az egymás elleni edzőmérkőzésen egy egyes döntetlen eredmény született. Két, két ellentétes félidő volt. Az első félidőben meg voltam elégedve, tényleg a játékosok azt csinálták, amit kértünk tőlük. Volt négy 5 pont, amit szerettem volna látni ezen a mérkőzésen. Az első félidőben szerintem maradéktalanul megcsinálták a játékosok. A második félidőben váltottunk, vagy cseréltünk öt játékost, akkor kicsit szétestünk, szerkezett, megmaradt, de nem tudtuk megtölteni tartalommal, akkor szexszáldabban a, a félidőben jobb volt. Ugye a harmadik hétben vagyunk, jön a negyedik hét, amikor, amikor tényleg a csúcsterelésünk lesz. Maradunk ebbe a szerda szombatba, jövő héten. Szerdán fogadjuk a belistjét, egy horvát harmadosztályú csapatot, és a szombaton megyünk nagy kanizsára. Nyilatkoztam múltkor is, hogy a gerinc megvan, de még mindig, mindig, mindig két, két, két játékost keresünk. Ezen a mérkőzésen is teszhetünk egy fiatal játékost, aki az MTK-ból érkezett. Meglátjuk, van még egy-két hetünk, én bízom benne, hogy összeáll a keretünk. DNS Pál együttese 17 forduló alatt 18 pontot gyűjtött. A vezetőedző eredményesebb tavaszban bízik. Ma két-három hete elkezdtük a felkészülést. Hát jelen pillanatban az a legnagyobb gondunk, hogy sok játékos betegsége vagy sérüléssel kilódik. A legnagyobb félszobai napon is az volt, nehogy, nehogy előforduljon, hogy még két-három játékos esetleg megsérüljön, mert amint lehetett látni, 11 játékossal játszottuk végig, mert a cserék között is olyan játékosok vannak, akik felépülőben vannak, és nem szerettük volna azt, hogy rásérüljenek, de maga mérkőzés azt hiszem, hogy hogy megfelelő iramú volt, és olyan színvonal volt, ami megfelel akár egy mb 3 as mérkőzés. ...nek is. Szerintem a játékosok eh, ahhoz képest, amilyen felkészültségben vannak, amilyen állapotban, mind a, a szexádiak, mind a mislenyek, úgy gondolom, hogy megfelelő koncentráltsággal játszottak, és oda tették magukat. Négy játékost sikerült igazolnunk, abban most három pályán is volt, a, a Forró Attila, a Fejős Áron, és a, a Zahán Peti most már tudott játszani, Én úgy gondolom, hogy velük stabilabb lesz a, a keretünk is, és a, a csapatunk is. A hárrend Kozármislen csapata szerdán 16 órakor fogadja a Beliscse gárdáját a soros edzőmérkőzésen.